gratulálok a vendégeknek. Azt nem mondanám, hogy megérdemel a győzelmet arattak, de ők lettek a győztesek. Az első fél időben egy nyílt sisakos, szerintem ezen a szinten, Nógrád megye első osztály szintjén jó meccset játszottunk. Forogtak veszélyben a kapuk, amiből mi jöttünk jobban. Mi vezettünk az első fél időbe. Úgy gondolom a második fél időben zicsere csak nekünk volt, mi ezeket kihagytuk. Meg rúgattunk egy gólt az ellenfélre. Annyit hozzá igen. Szeretnék tenni, hogy a 10x. percben újra elmaradt egy kiállítás az ellenfélből, de ezzel már nem is foglalkozunk. Fú, nagyon boldogok vagyunk. Igazán komoly meccset sikerült megnyerni. Ugye az első fél idő nem úgy sikerült, ahogy akartuk, pedig 2-3 igen komoly helyzetünk is volt, amiből megszerezhettük volna a vezetést, akkor szerintem egy kicsit könnyebb lett volna, de azon kívül egy kicsit tompának éreztem a társaságot, nem voltunk olyan frissek. Ez a műfűrű fűre való átállás egy kicsit most nehézkesen megy, de fél időben elmondtam a srácoknak, hogy akkor tudunk nyerni, meg akkor vagyunk igazán jó csapat, hogyha egy ilyen feladatot is meg tudunk oldani, tehát hogy az ellenfél vezetést meg tudjuk fordítani. Hál' Istennek vevők voltak erre a srácok, és azt éreztem, hogy tényleg igazán akarunk. Bár nagyon nagy átütő erő nem volt a játékunkban, de jókor rúgtuk a gólokat, és sikerült megnyerni a meccset, amit egy nagyon nagy fegyverténynek tartok. Az ellenfélnek meg azt üzenném, hogy egy nagyon szimpatikus csapat, és ne adják fel. Tudom, hogy most kétszer is egymás után ugye vezetésből kikaptak, de nagyon jó csapat, előbb-utóbb ezen túl fognak esni, és oda fognak kerülni, ahova szeretnének. Nehéz mérkőzésre számítottunk, tudtuk, hogy a Pásztor jó erőkből álló csapat, felkészülésük hibátlan volt, kiváló minőségű pályán játszottunk. Próbáltunk minél hamarabb gólt szerezni, rájuk mentünk, ez nem sikerült. Első fél időben ők szerezték meg a vezetést, másodikban szintén rájuk mentünk, aztán jókor rúgtuk mind a kettő gólunkat. Az elsőt mindjárt a második fél idő elején rúgtuk, a másodikat 10 perc volt hátra. Szerintem legjobbkor rúgtuk a gólunkat. Kiélezett mérkőzés volt. Bárki nyerhetett volna, most nekünk sikerült.